7 bátonyterenyei cégnél tett látogatást a napokban Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő, és Nagymajdon József, városunk polgármestere. A terepbejárás során tájékozódtak a cégek eddig elért eredményeiről, szó volt korábbi fejlesztésekről, jövőbeni tervekről, de a konkrét munkafolyamatokat is megtekintették az adott helyszíneken. A mai nap folyamán a polgármester úrral a város életében meghatározó jelentősége bíró cégeket kerestünk fel. Mindahová nem tudtunk eljutni, 7 céget tudtunk ma meglátogatni, úgyhogy még hál' Istennek hátra van nagyon sok cég, akihez szintén el kell jutnunk. Ezeken a találkozásokon alapvetően a mögöttünk hagyott időszak történéseit tekintettük át, a cégeknek a jelenlegi állapotát, és természetesen tájékozottunk, hogy milyen jövőbeni fejlesztési elképzeléseik vannak, beruházási elképzeléseik, munkahelyteremtő vagy munkahelymegtartó elképzeléseik. Úgy tapasztaltam, hogy a cégek örültek ennek a látogatásnak. Nyilvánvalóan ők is készülnek a 2014-2020-as tervezési időszakra. Hál' Istennek nagyon sok elképzelés, fejlesztési terv, beruházási gondolat fogalmazódott meg. Olyan elképzelések, olyan tervek, amik figyelemre méltóak, amelyek munkahelyeket őriznek meg, amelyek munkahelyeket teremtenek, amelyek telephelyfejlesztéssel, akár ipartelepítéssel, technológiafejlesztéssel fognak együtt járni. Tehát az volt az általános tapasztalat, hogy talán túl vagyunk a szűk 7 esztendőn, szinte minden cég esetében előrelépésről tudtak számot adni az elmúlt évhez vagy elmúlt évekhez képest. Ezek a cégek jelentős éves forgalmat bonyolítanak, jelentős árbevétellel bírnak, és a város életében és olyan szempontból is meghatározó jelentősége bírnak, hogy talán ők a legnagyobb helyi adófizetők. Úgyhogy ezen cégekkel való kapcsolattartás az elementáris érdeke a városvezetésnek, elementáris érdeke egy országgyűlési képviselőnek, és elementáris érdeke természetesen a megyének is, ugyanis a jövőt együtt kell, hogy tervezzük, és ebben a tervezési folyamatban mindenféleképpen számítunk a már itt tevékenykedő gazdálkodó szervezetek, vállalkozásoknak a fejlesztési gondolataira, elképzelésére, javaslataira. Ők is ugyanabban érdekeltek, mint amiben mi is érdekeltek vagyunk. Magyarán, hogy ennek a térségnek a dinamikus fejlődését elő tudjuk mozdítani, egy sokkal élhetőbb, vonzóbb térséget tudjunk kialakítani, és mindazzal a tevékenységével, munkával ahhoz tudjunk hozzájárulni, hogy ha már egyszer felkerültünk hazánk fejlesztési térképére, akkor ott is tudjunk ragadni.